Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az ATV világhíradójában. Egyre több országban kötelező a maszkviselés a koronavírus terjedése miatt. Csehországban szeptember 1-től maszkot kell hordani a zárt nyilvános helyeken, a francia kormány pedig a munkahelyeken is előírná a maszkviselést. Óvintézkedésekkel indult újra a tanév a németországi Hessen tartományban. A koronavírus járvány miatt ez az iskola nem csak a tantermekben, az udvaron is elrendelte a maszkviselést. Fertőzésnél kontaktkutatást végzünk, értesítjük az oktatás és egészségügyi szerveket, akik karanténba küldik, akit kell, mondta az igazgató. A franciáknál második napja van 3000 fölött az új fertőzöttek száma. Sok helyen már a szabadban is kötelező a maszkviselés, amit a kormány a munkahelyeken is kötelezővé tenne. Jó ötlet. Lehetővé kell tenni a munkavégzést és megelőzni a fertőzést. Az irodákban órákra össze vagyunk zárva, mondta ez a nő. A spanyoloknál pénteken duplázódott a hónap eleje óta mért napi átlagos esetszám. Emiatt minden nyilvános helyen kötelező lett a maszkviselés, ami ellen Madridban százak tiltakoztak. Túl sok elnyomó intézkedést hoztak, elveszik a jogainkat. A járvány alatt kellett volna maszkot használni, nem most, mondta egy nő, pedig a világjárvány még nem ért véget. A dél-koreai új esetek száma utoljára március elején volt olyan magas, mint most. Egy szőuli templomban több mint 300-an fertőződtek meg, több százan pedig kerülik a tesztelést. Aggódunk, mert sokan közülük úgy vélik, hogy meghamisítanánk a tesztek eredményét, ami nyilván lehetetlen, mondta az egészségügyi államtitkár. Új-Zéland 102 napon át nem jelentett új esetet, de legnagyobb városában újra terjedni kezdett a vírus. Emiatt szeptember 19-ről október 17-re halasztották a parlamenti választást. Ez alatt minden párt megtervezheti a kampányt, felkészülhet a választási bizottság, a szavazók pedig biztonságban érezhetik magukat, mondta a kormányfő. Ausztráliában a napi áldozatszám döntött rekordot. Új-Dél-Wales kormányfője bocsánatot kérte, amiért márciusban elengedték az utasokat egy óceánjáróról, amin megjelent a vírus. Videóüzenetben jelentette ki a fehér-orosz ellenzéki vezető, hogy kész vezetni az országot. A Litvániában tartózkodó Svetlana Cihanouskaya a rendvédelmi erőket is felszólította, hogy álljanak át az ő oldalára. A hétvégén tízezrek követelték Lukasenko elnök távozását. Több mint egy hete tart a káosz Fehér-Oroszországban, ahol folyamatosak az összecsapások a kormány ellenes tiltakozók és a rendfenntartó erők között. A hétvégén akár 100 000-es nagyságrendben is lehettek azok, akik követelték Alekszandr Lukasenka lemondását, de ezzel egy időben utcára vonultak az államfő támogatói is. A demokráciáért és a tiszta választásokért tartottak szimpátia tüntetés többek közt Prágában és a moszkvai Fehér-Orosz nagykövetség előtt is, Varsóban pedig több kilométer hosszú élő láncot alkottak a tiltakozók. A szabadja? Mindenek előtt szabadságot, szólásszabadságot és az önkifejezés szabadságát követeljük, hogy a hatóságok ne korlátozzák az emberek életét és erőfeszítéseit. Nekik védeniük és segíteniük kéne az embereket, nem pedig bebörtönözniük és megalázniuk őket, mondta ez a Lengyelországban élő fehér orosz állampolgár. A sokak szerint elcsalt elnökválasztás óta legkevesebb 2 meghaltak a fegyveres erőkkel való összecsapásokban, és több ezer embert őrizetbe vettek. A hatósági fellépés miatt számos kritika érte az országot. Alekszandr Lukasenka a hétvégén kétszer is egyeztetett telefonon az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal, aki szükség esetén akár katonai segítséget is nyújtana a fehér orosz elnöknek. Közben az országot elhagyó ellenzéki vezető, Svetlana Cihanouskaya videóüzenetben biztosította támogatóit arról, hogy kész vezetni a nemzetet. Megteremtünk minden feltételt ahhoz, hogy a politikai foglyokat szabadon engedjék, és minél előbb új elnökválasztásra kerülhessen sor. Egy átlátható, tiszta választásra, amelyet a nemzetközi közösség is elfogad majd. Fogalmazott az ellenzéki elnökjelölt, és felkérte a rendvédelmi erők tagjait is, hogy álljanak át az emberek oldalára. Beszüntette munkavégzését több nagyobb ipari üzem is, a munkásság változást követel, de a fehér orosz választások eredményeit nem fogadja el az Egyesült Királyság és az Európai Unió sem. Lukasenka viszont kijelentette, nem hajlandó külföldi nyomásra új választást kiírni.
Az amerikai postaszolgálat pár hónapja kinevezett vezérigazgatóját azzal vádolják, hogy Donald Trump újraválasztását segíti. A postaszolgálatnál elrendelt megszorításai egyesek szerint befolyásolhatják a novemberi elnökválasztást. A koronavírus járvány miatt ugyanis sokan levélben szavazhatnak. Tüntetők vonultak Louise DeJoy észak-karolinai otthonához, hogy a leváltását követeljék. Szerintük a szövetségi postaszolgálat vezérigazgatója Donald Trump újraválasztása érdekében rontja le a posta működését. Az amerikaiak szeretik és tisztelik a postaszolgálatot. Nem hagyjuk eladni, szétdarabolni és nem foszthatnak meg a levélben szavazástól, mondta egy tüntető. A képviselőház demokrata párti elnöke a törvényhozók nyári szabadságról való visszahívását fontolgatja, hogy megvitassák a helyzetet. A demokrata párt szenátusi frakcióvezetője pedig a postaszolgálat vezérigazgatójának és az igazgató tanács elnökének meghallgatását sürgeti. Követelem, hogy kérdezzék meg tőlük, miért teszik ezt. Ha a postaszolgálat vezetője nem jön el, küldjék vissza a feladónak, mondta Chuck Schumer. A demokrata pártnál most kezdődik a jelölt állító gyűlés, ahol véglegesíthetik Joe Biden elnök jelöltségét. A volt alelnök közvéleménykutatások szerint jobban áll, mint a hivatalban lévő elnök. Az elnök akkor nehezíti meg a levélszavazást, amikor a járvány miatt a személyes részvétellel az emberek az életüket kockáztatják, mondta a vermonti szenátor. A postaszolgálat főellenőre közölte, vizsgálatot indít nem csak a forrás elvonások, de a potenciális összeférhetetlenség miatt is. A postaszolgálat vezérigazgatójának ugyanis több millió dollárnyi részvénycsomagja van rivális szállítmányozási cégekben. Holnapra tűzték ki az ítélet hirdetést Rafik Hariri volt libanoni kormányfő 2005-ös meggyilkolása ügyében. Az ENSZ bírósága a döntést a két hete történt kettős robbanás miatt halasztotta el. A merényletben az egykori miniszterelnökön kívül még 21-en haltak meg. Holnap hirdeti ki az ítéletet az ENSZ hágai székhelyű különleges bírósága Rafik Hariri egykori libanoni miniszterelnök meggyilkolása ügyében. 2005. február 14-én egy 3000 kg robbanóanyaggal megrakott gépkocsi végzett a volt kormányfővel, és vele együtt 21 emberrel a beiruti Szent György Hotel közelében. Az öngyilkos merénylet körülményei máig tisztázatlanok. A támadásban több mint 220-an megsebesültek. Az érintettek 15 évet vártak az igazságszolgáltatásra, és szerintük az a legfontosabb, hogy valós bizonyítékokat mutassanak fel, és ne maradjon kétség afelől, hogy az ítélet nem politikailag motivált. A mai napig összerezzenek, amikor mentőautót hallok, és felidézem, hogy raktak engem a kocsiba. Arra gondoltam, hogy a szüleim tudják-e, hogy élek, és láttak-e a tévében. Idézi fel a tragikus napot egy szemtanú. Az áldozatok hozzátartozói úgy fogalmaznak, sosem fogják elfelejteni a történteket, de az igazságra lelki megnyugvások miatt van szükség. Remélem, elfogják őket. Azt akarom, hogy bűnhődjenek és úgy szenvedjenek, ahogy én annak idején. Mondja ez az özvegy, aki szerint az akciót több csoport szervezte, és a gyanúsítottakon kívül jóval többen állnak a háttérben. Bármi legyen is a döntés, arra nem lesz elég, hogy lecsillapítsa azokat az érzéseket, amelyek a szívünkben dúlnak, de erkölcsi szempontból fontos tudnunk, ki, hogyan és miért tette ezt. Fogalmaz ez a nő, akinek a bátyja testőrként szolgált, és a volt kormányfővel együtt életét vesztette a robbantásban. Az egykori kormányfőt a feltételezések szerint szíriai közreműködéssel ölték meg. A gyilkosságot követő tüntetések a szír hadsereg kivonulásához vezettek. A különleges bíróság a Hezbollah 4 tagja ellen indított pert, de a radikális síta szervezet vádlottjai tagadják bűnösségüket, ezért nem állnak bíróság elé. Hatalmas homokvihar sújtott le Arizonára, ahol vasárnap plusz 46 fokos hőséget mértek napközben. A sűrű por teljesen megbénította az autóforgalmat, az autópályákon és a kisebb utakon sem lehetett közlekedni. Az autósok bent rekedtek járműveikben, és inkább kivárták a vihar végét, mert szinte nulla volt a látótávolság. A porvihar egy szarvasmarha gazdaságot sem kímélt, az állatok menekültek, amerre csak tudtak. Úgy tudni, hogy személyi sérülés nem történt, de sok autó megrongálódott. Világhíradónk végén köszönöm figyelmüket, ne feledjék, hogy 17.25-kor jön az ATV első kora esti híradója. Kérem, akkor is tartsanak velem, szép napot mindenkinek!